Te voltál életveszélyes helyzetben? Az őrök esténként megszámolják a sérülteket és a halottakat, de nem avatkoznak bele, hogyha bent bármi történik. Ott a bolíviai börtönben, hogy is mondjam, kábítószer és alkohol az mindig van. Nem tudjuk, hogy ki bérelt föl egy többszörös gyilkost, és akkor ránk támadott, illetve meg akarta szúrni az egyik rabtársamat, aki az én ügyemben van.